Úr áldása gazdagítson meg mindannyiunkat és mindannyiótokat, és ma a példázatokról, Jézus példázataiból szeretnék egy-két dolgot előhozni, és méghozzá a konkolyt szeretném egy picit kinyitni, mert a konkolyra kaptam egy kicsike kijelentést, és de előtte szeretnék a magvetésről beszélni. Jézus azt mondta a tanítványoknak, hogy az a célja az ő példázatának, hogy világosság tegye az ő igazságát és az ő országát, és hogy a titokkora fényderüljön, mert nem mindig értették a tanítványok, hogy Jézusnak mondták, miért beszélsz te példázatokba, és hogy belássák, hogy Istennek milyen csodálatos az országa. És Ézaiás proféta a 6. fejezet 9. igéje azt mondja, hogy menj és mondd el a népnek, hallván halljatok, és ne értsetek, látván lássatok, és ne ismerjetek, és kövérjük meg a nép szívét, és füleit dugd be, és szemeit kend el, ne lásson szemeivel, és ne halljon füleivel, és ne értsen szívével. És ebből már kitűnik, hogy Jézusnak a példázataiban két célja is volt. Egyrészt azok, akik Isten országához tartoznak, hogy megismerjék az igazságot, és hogy Jézushoz őszintén vonzódjanak, ragaszkodjanak, a példázatok révén mélyebben megértsék Isten országát, a szélességét, hosszúságát, mélységét, és azok pedig, akik nem tartoznak még az ő országához, és nagyon sokan milliárdok élnek még a Földön, és hogy abból az igazságból ne értsenek semmit. Hiába hallották egy újszülött, vagyis aki még nem született újjá, ugye, az nem fogja megérteni, mert nincs a Szent Szellem által újjászületve, és nincs Szent Szelleme betöltekezve, és a Szent Szellem adja a kijelentést, a megértést, hogy megértsük Isten országát, az ő igazságát, mi az igazság, Isten igéje az igazság. És hiába hallották a példázatokat, nem értették, amit Jézus elmondott azoknak. A példázatok valójában Jézusnak a követőinek, ugye, akik megértést kaptak, akik Jézussal jártak, a tanítványok, az nagyon jó volt, és kaptak kijelentést, de ugyanakkor pedig azok, akik mentek Jézus után kíváncsisággal akár, megnézni a csodát vagy irítségből, és a példabeszédekben és példázatokban való beszéd lassan Jézus mellől elszoktatta a csak kíváncsiskodókat. Akik valóban megtértek Jézus mellett, sokkal jobban ragaszkodtak hozzá. Mi is, akik megtérünk, sokkal jobban ragaszkodunk az Úr Jézushoz, különösen Szent Szellemmel bevelünk töltekezve, akkor megismerjük Istennek azt a csodálatos országát. Mindig beljebb megyünk, Jézus azért küldte a tanítványokat, hogy menjenek beljebb, hogy annál nagyobb megértést és kijelentést kapunk, és nem csak a szellemi szemeink, hanem a szívünk is csodálatos megértést és kijelentést tud kapni. A magvetőről szeretnék ma beszélni, a konkolyra fogok kitérni, mert a magvetésben ez benne van. Jézus elmondja ugye a Márk 4:1-8-ig, és ismét kezdett tanítani a tenger mellett, és nagy sokaság gyűle ő hozzá, úgy az ő hajóba lépvén a tengeren ül vala, és az egész sokaság pedig a tenger mellett a földön vala. És sokakat tanít vala a példázatokban, és azt mondja valamelyikik a tanításban, halljátok imé, a magvető kimé nevetni, és lőnvetés közben, hogy némely az út mellé esik, és előjön az égi madarak, és megevék azt. Némely pedig a köves helyre esik, ahol nem volt sok földje vala, és hamar kikelent, mivel nem vala mélyen a földben. Ki fogom mindegyiket fejteni nektek. Mikor pedig fölkelt a nap, elsüle, és mivel, hogy nem volt gyökere, elszárada. Némely pedig a tövisek közé esik, és felnevekedvén a tövisek, megfojtják azt, és nem ad a gyümölcsöt. Némely pedig jó földbe esik, és áld vala nevekedő és bővölködő gyümölcsöt, és némely hoz vala 30, némely 60, némely 100 annyit.
És mondanékik, akinek van füle a hallásra, hallja. Négyféle talajt említ itt a Szentírás, és némelyik tudjuk az út szélén a letaposott földre esett, ahol eltaposták az arra járó emberek, vagy felkapkodták a madarak akár, és abból sajnos nem lett termés. Némelyek, figyeljétek, Jézus a példabeszédekben soha nem neveznek személyeket. Csodálatos, mindig azt mondja, némelyek, és némelyek a köves, sziklás talajba hullottak, ahol nagyon sekély termőréteg volt a sziklákon. És hát az oda esett ma ugyan gyorsan kikelt, de nagyon vékony volt a földréteg, a nap hamar felmelegítette, és nem tudott kellőképpen meggyökerezni, és kiszáradt. Mit jelent ez? Mert néhány embernek a szíve annyira meg van keményedve az élet nehézségétől, hogy egyszerűen az Isten romolhatatlan magját hintjük, a magvető hinti az igét, de sajnos hallja, meg is örül neki, de nem tud legyökerezni a szívébe. Miért? Mert azok a kövek, ugye, nem engedik. És némely mag olyan helyre esett, ahol tömises gazos volt, de a gaz gyorsabban nő, elsapnyult és kipusztult. És végül az a mag, ez az egy talaj a legjobb, a jó talaj, és szépen kifejlődött, és bőven termel. És mennyi? 30 annyi, 60 annyi, 100 annyit is. És hát a magvetőről szóló példázat, ez egy csodálatos példázat, hisz nem csak egyetlen fő gondolata van, hanem minden részletre jelentősen kitér itten Jézus. És az egész példázat arról szól, hogy hogyan keletkezik és hogyan fejlődik Isten országa a világban. A magvető, tudjuk, hogy Jézus az ő szolgálja. Tehát az igét magunkhoz veszünk, és ugye hintjük az igét. A jó mag az örömét hozzá elő, és az evangélium hirdetése során, az evangélium hirdetésére, a prédikációra az emberek megtérnek. A letaposott út az a érzéketlenség, amely megkeményítette az emberek szívét az élet nehézségei miatt, és a madarak pedig az ördögök. A köves hely a pillanatnyilag lelkesedő ember lelke, aki később nem törődik azzal, hogy amit hallott, egyszerűen beveszi ugyan az igét, de nem tér meg, és nem tisztítja meg az életét attól a lelki gyomoktól. A jó föld pedig, amely hálásan fogadja Isten igéjét, ápolja, de is cselekszik, és gyümölcs termést fog hozni, 30, 60 és 100 annyi. És hát ez a példázat az egész világon érthető. Bárhol is hirdessék a magvetés, ez mindenhol működik, hiszen amíg a föld részen vetés és aratás részen, és bármit, amit elvetünk, vagy bármi is az életünkben, ami jelen van, az mindennek egy aratás következménye. Mit vetettünk, mit aratunk. Az igehirdetés sorsa az egész világon pontosan az, amit Jézus a példabeszédekben leír. És persze vannak mindenhol közömbös emberek, akiknek egyáltalán számít az igehirdetés. Néha még a keresztények is elámoldoznak az alkalom alatt, és valahogy elmennek, vagy kivennek innen, és jön a sátán, és kirabolja az igét a szívükből. De vannak olyan emberek, akik hallják az igét, de semmi nem marad bennük, amit hallottak. Ha valaki megpróbáltatást szenved, néha nem is akarja meghallani, és nem ragaszkodik az igéhez. Ha nem ragaszkodik az igéhez, az azt jelenti, hogy nem ragaszkodik Jézushoz. És ez komoly. És hát Isten pedig szeretné, ha őt helyeznénk az első helyre. És tudjuk, hogy a Szent Háromság egy, ha Isten szeretné ezt, Isten egy féltően szerető Isten, akkor szeretné, hogy a fiú is szereti, hogy ragaszkodj hozzá, és a Szent Szellem is ugyan így. Tehát mindenütt vannak olyan iga, mindenütt vannak olyan ige hallgatók, akik hallják az igét, hallják a prédikációt, hallják a tanítást, de
az életükön nem akarnak változtatni, és nem vonják le az igének a következményeit. És így aztán a jó és a rossz is együtt nő a szívükben. Isten országának, hogy növekedjen bennünk, mert keressük Isten országát és az ő igazságát, ez kell növekedjen bennünk, hiszen a világ életünkben növekedett, ami körülvett minket. De ahhoz, hogy Isten országa benned fejlődjön, és Isten romolhatatlan magja benned gyökeret verjen, hát ehhez két dolog szükséges. A jó mag és a jó föld. Elsősorban a jó föld. Ezért ugye, mikor Isten igényét halljuk, hát ez nagyon csodálatos lenne, ha a szívünk talaját felszántanánk, és minden sérelem, minden, ami legyökerezett benne, azok a múltbeli nehézségek, depressziók, fájdalmak, csalódások, hogy azt mind kiszednénk, vagyis újra felszántani, ez persze szellemben lehetséges, és a Szent Szellem levonta a munkája által, hogy a szívünk talaja, az csodálatos legyen, és nyilván, amikor a jó gazda előkészíti a talajt, akkor minden olyat onnan kipucol, és megszabadítsa a jó gazda a földjét, hogy a beletett magja ne legyen akár martaléka, akár a madaraknak, vagy hogy ne kelljen kész, az veszteség a számára. Számukra is nagy veszteség az, ha halljuk Isten igéjét, és akár egyik fülünkön be, a másikon ki, vagy sekélyes a hallás, vagy sekélyes a megcselekedés, vagy nincs megcselekedés, hallja, és aztán kimegy, és semmi nem történik. És ugye itt van a négy talaj Isten országához, tehát kell az, hogy az igehirdetést, amikor tesszük, akkor egy olyan szívre találjon benneket, amely gyökeret ver és gyümölcsöt hoz. Itt a gyümölcstermés rendkívül fontos Isten királyságában. A vetőmag önmagában nem elég. A mag csodálatos, romolhatatlan mag, örökké való mag. Aki ezt befogadja és a jó talajba beépíti, az 100%-os csodálatos termést is tud az életében produkálni. Ehhez sok minden kell, elsősorban az akarat, és azt is tudjuk, hogy a mag, abban nincs hiba. A bevete, a föld, amiben bevetjük a magot, az egy lényeges dolog, hogy ottan gyümölcsöt tudjon hozni. Tehát a vetőmag még egyszer, egy magában nem elég a talaj sem. Csak ha a vetőmag a jó talajba bejut, akkor jön létre Isten országa, és azután kezd növekedni. A tanítványok ebből a példázatból, ami körülöttük történt, megértették nagyjából. Persze volt, amit ők sem tudtak megérteni, hisz Jézus azt mondta, hogy még sok mondani való lenne nektek, de még el nem bírhatjátok. Tudjuk, hogy az igehirdetés mindenki a maga szintjén hallgassa, amikor prédikáljuk. Itt vannak egyévesek, az Úrban 10 évesek, 20 évesek, de mindenki a maga szintjén hallja. Isten országa nem földi ország, és olyasmi, ami a szellemben valósul meg. És megtanulhattuk, hogy az evangélium valójában a bevetett ma igen, amit szólunk, az be kell érjen a szívekbe. És hát hogyan is nő ez a mag? Ha megnézzük a Márk evangélium 4:26-29-et, és mondta, úgy van az Isten országa, hogy mikor az ember beveti a magot a földbe, és alszik, és fölkel, éjjel és nappal, a mag pedig kihajt és felnő, ő maga sem tudja, miképpen. Mert magától terem a föld, először füvet, aztán kalász, azután teljes búzát a kalászban. Mihely pedig a gabona arra való, azonnal sarló tereszt rá, mert az aratás elérkezett. És mondom, mihez hasonlítjuk az Isten országát? Avagy milyen példában példázzuk azt? A mustármaghoz, amely mikor a földbe vettetik, minden földi magnál kisebb. És mikor elvettetik, felnő, és minden
veteménynél nagyobb lesz, és nagy hágakat hagy, úgyhogy árnyéka alatt fészket rakhatnak az égi madarak. És sok ilyen példázatban hirdeti valamelyik az igét úgy, amit megérthetik vala. Példázat nélkül pedig nem szól valamelyikük. Maguk közt azonban a tanítványoknak mindent megmagyaráz vala. Tehát a magvető semmit nem tehet a mag növekedéséért. Miért? Elvetette a magot, elvetjük itt, ugye? Elszórjuk, és a többi a te szíved talaja. És természetesen türelmesen kell várni a magvetőnek is, hogy akik hallgatják, és jó hallgatók, és jó fölbevetették, persze mindenkinek, illetve nem tudom, hogy kinek mi van a szívére, hogy milyen az a szív. És a mag, amikor ki kell, nem lehet sürgetni. Néhány embernek azért nem jön valóságba az ige magja, mert minden nap ki akarja venni, feltépi a sebeket. Türelmetlen, nincs elég türelme. Nem lehet sürgetni, és nem lehet állandóan kibontogatni, kiásni, hogy a csirázott, vagy növekedett, vagy mi történt. Tudjuk, hogy a növekedést Isten adja, és türelmesen kell várnunk. A Jézus tanításának a megértéséhez idő kell mindannyiunknak, és türelem. Nem csak hit és buzgóság, de hosszú tűrés. Ez a szeret gyümölcse. Hisz a Galata 5.22-23 szerint szeretet, öröm, békesség, béketűrés. Itt a béket. Nem egy szempillantás alatt fognak kikelni neked. El kell mélyülni. El kell rajta gondolkodni, és ne légy türelmetlen. Mert sokszor a türelmetlenség, hitetlenséget hoz elő, és kudarcba fullad a termésed, vagyis a termésed, a gyümölcs termésed. És akkor néhányan legyítenek, és azt mondják, nekem ez nem működik. Isten azt akarja ma veled megértetni, hogy értsd meg az ő országát, mert benned akarja létrehozni az ő országát. Nem a földrajzi világban, nem a hegyeken, nem a völgyeken, nem is Amerikában, és bárhol, ahol a szívek erre nyitotta, és hallják az igét, és engedik, hogy ez kibontakozzon, és gyökeret verjen a szívükbe. És a lelki világodban akar urrá lenni Isten. Mert Isten szeretne uralkodni a te szívedbe, és szeretné, ha ő tennéd királyá és trónra helyeznéd a te szívedbe. Miért? Mert Isten azokban a szívekben tud lakozni, ahol valóban trón emelik, és igyekeznünk kell, hogy a múlt gyötrelmeit, nehézségeitől megszabadulva Isten romlhatatlan magjai gyökeret verjenek. És több ugye akadálya van ennek, hogy amíg eljutsz a magtermésig, illetve a gyümölcs, amíg eljutsz a gyümölcs termésig, a 30, a 60, a 100 annyi. Mert sokan tudják az igét, de gyümölcsöt nem látunk az életükbe. És az a cél, hogy gyümölcs termők legyünk mindannyian. Az Isten országa Isten munkája, ő hozza létre, és eszközei vagyunk ebben a munkában. És az ige az övé, és a növekedést egyedül Isten adja. De nem úgy, hogy most uralkodjon rajtad, és neked támadjon, mert te nem vagy engedelmes, vagy nem vagy hajlandó. Ő nem veszel semmit. Ő minden esetre annyit tesz, hogy szeriden vezet, és szeretné, ha gyümölcsöt hoznál, hogy az ő országába te egy hasznos legész. Látjátok, itt van a mustármag példázata, az nagyon kicsi mag. Talán a legkisebb mag a világon, de lehet, hogy van ettől kisebb. És ez egy picike-picike mag, és mit csinál? Egy hatalmas nagy fává tud növekedni. És Isten azt szeretné, hogy ezt a kicsi, romolhatatlan magot, hogy a magvető elhinti, és szeretné, hogy az evangéliumnak a magját, az igényét, amely a magban benne van a termő képesség, amit mi elvetünk. A magban minden benne van, és kész arra, hogy a szívedben gyökeret verjen. Ezért kell a szívünkre vigyázni, és ezért kell a szívünket tisztán tartani, hogy a magot, amikor neked a magvető hinti, akár a Szent Szellem is, de ahogy olvasod a Szentírást, növekedést hozzon a számodra, és fejlődést. És
egy boldog, békés, jobb emberi élete. Isten vetőmagja különleges, ahogy mondtam, Róma hatatlan. Ez ezer év múlva is fog működni. Ez nem fog megzsizsmikesedni, nem fog megavasodni, nem úgy, mint otthon az étel, ami több ideig ott van a kamrában, és elavul. Soha nem fog elavulni. Isten Róma hatatlan magja. És a kulcsa ez mindannyian számára, hogy ebben növekedjünk. Ez egy különleges mag, Isten vetőmagja. Persze, nincs előre kiszámított séma, és azt nem tudom neked megmondani, hogy én ma elvetem az igét neked, hogy az holnap már ki fog kelni. Biztos, hogy holnap nem fog. Mert munkálkodik Isten a szívünkbe, az ige munkálkodik bennünk, és idő kell, amíg te azon elgondolkodol, amíg megérik a szívünkbe, és fejlődést hoz, és eljutunk arra a szintre, hogy fejlődést és növekedést hozzon. Gyümölcs termővé váljunk. És Istennek pedig ez a célja. Tehát nem, néhányan azért nem tudnak meggyógyulni, mert állandóan megnézik a sebüket. Hol van? Már még mindig sebes? Hát hogy van ez még mindig? És csak 2-3 napja letetted el a magot Isten országában. Ne légy türelmetlen, mondja Isten itt az igéjében. Tehát Isten vetőmagja még egyszer különleges, nincs előre kiszámított ideje, lehet van, ami évek múlva. Volt olyan imakérésem, ami 10 évet vártam rá. Az egy kis idő, de kivártam. És Jézus Krisztus nagyon csodálatos, mert ő a magvető, és Jézus maga az ige, és kezdetben vala az ige, és az ige vala Istennél, és a magvető hallatlan türelemmel képes kivárni, amíg a magja itt-ott kikel az emberek szívébe. És abban örvendezik az Atya, a Fiú, a Szent Szellem, és te is örvendezel, amikor ez gyümölcsöt hoz, mert az jelenbeli változást fog hozni mindannyiunk életébe, és az életünk meg fog változni, de még a környezetünk is Isten igéje által. Tehát türelmesen kell megvárni, Isten is vár ránk türelmesen, és amíg meghalljuk az ő szavát, és megtérünk hozzá. Én nem sajnos sokat várt, és te rád is. Lehet, hogy 40-50 évet várt rád Isten, vagy 20 évet, 30 évet, és Jézus Krisztus nem siet, nem is erőszakol, de lehet, hogy te meg siettetsz mindent, és azonnal kiásod a magodat. És ez nem fog a siettség semmit hozni, semmi jót nem fog hozni rá. Tudjuk, hogy Isteni az utolsó szó. Ő fog ítélni élőket és a feltámadott halottakat is. Az embernek arra szerepe Isten országában, gyümölcsöt hozzá. Legyen jó talaj a szíved, és ne tűrje meg magadba haragot, aggodalmat, türelmetlenséget, félelmet, kétséget. És ne félj! A világban körbe vagyunk éve bűnnel és szeretetlenséggel, de Isten igéje minket valamire kötelez. És méghozzá az, hogy mi ezt megcselekedjük. Nagyon fontos, hogy mindegyikünkben megvan a talaj. És ez a szívünk talaja. De a szívünk hol ilyen, hol olyan? A külső befolyástól, a családtól, a munkájától, a körülménytől, a gazdasági helyzettől. Tudjuk, hogy a lelkiérzelmi életben nincs állandóság. Nincs. Állandó zaklatottsága, hol lent, hol fent. Néha a szívünk nem olyan túl jó. És néha nincs is benne éjség Isten iránt, mert ilyenkor a világba kerülünk. A szeretet valójában Isten szeretete azt jelenti, amikor mi isteni fajta szeretettel szeretünk, akkor szellembe járunk. Mert a szellem mindig a Szent Szellem, ugye? Isten is, a Fiú is, a Szent Szellem is. A szeretet, az élő, folyékony szeretet. De hát a világban nincs mindig szeretet. És nekünk pedig szomjaznunk kell ezt a csodálatos lelki táplálékot. Szükségünk van arra, hogy a magot elvessük önmagunkba. Mert az fogja meghozni a jellemünket, az fogja a sikert hozni, azáltal fogunk növekedni mindannyian. Hát néha elfogják az embereket a gondok, harag, neheztelés, viszálkodás, és ilyenkor sajnos elfárolog az ige. És vigyáznunk kell, mert az is megtörténik néhány ember életében, ami a művészetben is akár, hogy van egy nagy felemelkedés, és aztán egy hanyatlás jön az emberek életébe, mert lehet, hogy büszkévé válta, lehet, hogy egy kicsit elszállta,
És lehet, hogy mindig az ő igazokat akarják, de imádkoznunk kell, hogy soha ne legyünk mi rossz talaj. Ma nagyon sok embernek itt kéne lenni, persze szabadságon vannak az emberek, sok embernek itt kéne lenni, akinek ez hozna változást, de nem baj, ez hoz nekünk változást. És az csodálatos. Nem a másikat nézünk, nem a másikra várunk. Nekünk fog ez ajándékot hozni, ha megért és kapsz erről. Mert mi örömmel fogadjuk Isten igényét, és azt akarjuk, hogy megvalósuljon bennünk, sőt, növekedjék bennünk Istennek a csodálatos magja. 30, 60 vagy 100 annyi. Isten áldásaira, ahogy mondtam, türelmesen kell várni. Sietetni nem lehet. Istennél mindennek rendelt ideje van. Ott van a Prédikátor a könyvében, ideje van a vallásnak, a szülésnek, a születésnek, a sírásnak, a nevetésnek, az elköltözésnek. Mindennek rendelt ideje van. A felesleges türelmetlenséggel, és ebben mindannyian beleesünk, és figyelmeztetlek, hogy ez késlelteti Isten királyságában a te gyümölcs termésedet, hogy megvalósuljanak a dolgaid. És a türelmetlenséggel legfeljebb azt fogod elérni, hogy a hitedet rongálod. Minden igenhirdetés és hallgatás valójában magvetés, amelynek nyomában az életünknek változás, jó irányú, amit változás kell jönni. Amikor Isten igényét vetjük nektek, az mindig jót hoz. Nem mindig kellemes, amikor szembe sülünk azzal, hogy földbe tartozunk. Mert néha az ember szembesül azzal, hogy talán köves a talaj. Talán az út szélére esett. Talán nincs mélyen elvetve bennünk a nap. És ha viszont szembesültünk vele, akkor rájövünk, hogy miért nincs gyümölcs az életünkben. Egyszerűen valaminek kell történni Isten királyságában, amikor halljuk az igét. Ezt szeretném mondani. Ha nem történik semmi az életedben a magvetés után, akkor azt is jelenti, hogy az a mag meghalt, amit hallottál benned. Lehet, hogy kimentél és a sátán kirabolta, és hazamentél, és újra a körülmények közé mentél, vagy a munkahelyedre, és gyümölcstelenné váltál. Pedig Isten akarja, a magot elvetette, hallottad is az igét, tudod, hogy mit kéne tenni, de mégsem tud gyökeret venni benned, mert sekélyes. Mert az érzelmi szinten meg vagy próbálva a család, a munka és a környezet által. Ha mi példát mondunk, és vetem az igét, azt szeretném, hogy Jézus példázatához hasonlóan, hogy bevezesselek Isten titkainak az országába. Hát hogyan lesz a te életedben Jézus uralma? Hogyan is válik? És Isten uralma az, hogy hát az Isten országa, az uralkodása, az ember szíve, a szíve, a táptalan. És különböző földek, hogy az előbb azt felolvastam nektek. És az ember szívének az állapotában lehet megosztottság. Lehet, hogy egy része nagyon meg van hidegülve, meg van keményedve. És magvetés által biztonságot teszünk. Hallja az igét, van, amikor a Szent Szellem lepancsolsz. Ha éhes vagy, egyen többet mész az igébe, Isten romolhatatlan magját építed magadba, és az előbb-utóbb az igén lévő kenet megtöri az igát a szívbe. Mert nagyobb lesz az ismereted ebből a romolhatatlan magból, mint az a keménység, kevésség, ami benne van a szívben, amit begyűjtöttél az életed során. Isten nagyon békésen szervezi az ő országát, nem fegyverrel, nem erővel, nem hatalommal, hanem a Szent Szellem által. Isten életmagot ad. Az életet veti meg. Ez az élet könyve. Ez nem a halál könyve, még akkor is, ha kiigazít téged. Mire tanít az a tény minket, hogy Isten az ő országát élettel akarja megtölteni? És tudjuk, hogy négyféle ember van, négyféle talaj van, a jó föld, az útszél, a kövisek, a köves és a tövises talaj. Sokszor nem vezettek utat a földek között, és így aki arra járt, letaposta. Hát az ilyen sokrétű talaj, amikor letapossák, lehet, hogy az életedbe tapostak, lehet, hogy a körülményeidbe, és állandóan meg vagy próbálva, de a letaposott úton sajnos ezt azonosíthatjuk is a szívünk állapotával, hogy hát nem engedjük
értjük meg, az ige kell, hogy felülkerekedjen. Az ige mindig magasabb rendű, mert az a szellem és az élet. És a testnek alá kell emelkednie. Alá kell emelkedni, és a szellemnek kell felemelkedni. Tehát a köves talaj, amikor nincs még gyökér, kiégeti a nap. Mit jelent ez? Nyomorúság, küldözés támad, az ige miatt, és vagy azért, mert te éppen az Úrban jársz. De mégis, nekünk ezt örömmel kell fogadni. Miért? Mert különös örömmel kell tartani, amikor különféle kísértésekbe esünk. És hát mit tudom tenni ezekkel a kövekkel, ami megvan kövesedve? Hát az ige tudja ezt feloldani, és a köveket Jézus képes volt, Isten képes volt, ugye még a kősziklából is vizet fakasztani, élő vizet. Isten erre képes, hogy a szívünk állapotát, a hidegséget, amelyért az egész életünkben az Isten romolhatatlan magja, az élő ige, ez egy romolhatatlan mag, és élet van benne. Kenet van benne, amely a te számodra van, és azért, hogy a szíved állapota egyszerűen kitáruljon Isten felé, és hogy jó földé váljon a szíved, és abba vesd be Isten csodálatos, romlhatatlan magját. Hát ezek a tövisek, hisz a tövisek közé vetett mag, az az élet nehézségei, amit begyűjtöttünk, amiben megsértettek minket, megbántottak, kiközösítettek, bármi is történt az életünkben, vagy magunkra maradtunk, bármi csalódások, hát ami a szívre ható volt, és az igazán tövisek voltak, és a szívbe elvetetted, és a gazdaság csábítása, az megfojtotta az igét, nem is került közel hozzá, és aggodalmaskodás, meg a sok kívánság, és egyebek, hát az mi történt? A tövisek közé vetett mag, a tövisek sokkal gyorsabban növekednek, és megfolytják az igét. És csak azt látod, hogy hát bevetettél te valamit, de sokkal több a tövis, vagyis a szívbe, amikor nem jó, amikor tele van mindenfélével, tövisekkel, karokkal, azért kell azokat kiplántálni onnan, és beépíteni Isten csodálatos, romolhatatlan magját. A köves, a tövises, meg a jó föld, hát itt a jó föld mellett kell döntenünk, mert egyféle szívben fog termést hozni. Egyféle szív a jó talajba fog, hisz vegyél a mezőgazdaságról például. Úgy szántsák fel, megtisztítsák a földet, és úgy vették be a magot, és úgy várják a termést, akár százszorosat, megnyomottak, megrázottak. Nagyon kell figyelned, mert a jó földben is vannak különbségek. Lehet, hogy kitisztítottad valamennyire már, elég jól állsz az Úrba, és kitisztítottad már a magot, de kitisztítottad már a szíved talaját, de a százalmi terméshez igen jó föld kell, és igen jó mag. A magban nincs gond. De az ideális állapot az nagyon csodálatos. Mert akár a mezőgazdaságban, ezt már megkérdeztem mezőgazdasági szakembert is, hogy már 30-annyi termés is nagyon jónak számít. És nagyszerű eredménynek. Hát a 60 annyi a mezőgazdaságban különlegesnek. És hát persze a kukoricánál mások kiszámoltunk szemeket is, de a termés átlag, Isten országának a termés átlagában csoda is lehetséges. És Jézus példázatai nem csak ajtót nyitnak a csodára, mert ez egy csoda, amikor a keresztények százalmi hoznak elő gyümölcsöt. Meg kell érteni ezt a jó földet, mert néhányaknak van lehetőségük arra, hogy akár jó földbe is kerüljön,
De néhányan nem vesznek tudomást róla, és nem néhánynak. Hát néhányról beszél mindig a Szentírás. Mi azt szeretnénk, hogy akik itt vannak, akik hallják az igét az interneten, a gyülekezeten belül, hogy mindenki fejlődjön és növekedjen, és azt szeretnénk, hogy jó földbe kerüljön a mag, mert az fog gyümölcsöt hozni. És az a gyümölcs, az nagyon jó. Hát mindenkinek. Isten nem csak néhánynak adja meg a lehetőséget, hanem mindenkinek. Ő akár képes a letaposott talajra, amikor átmennek rajta, úgy érem, mert a letaposott talajra is adni magot. A föld és a vetőmag példázata olyan gazdag, és nagyon jó képet ad arról, hogy Jézus nagyon sok tanúságot tudott adni a tanítványainak, és fejlődtek is ebben. Hát, ha a gazban a szívünkben, és ezt a nemes anyagot belevessük, akkor tudjuk, hogy az nem lesz olyan jó az a termés. Ha megnézzük a konkoly példázatát, tudjátok, hogy mi a konkoly? Az, ami egy, a sátán veti el a konkolyt az emberek életébe, Isten a mahatatlan magja itt van, elvessük, és a konkoly is növekedik vele. És az alulról körbe öleli azt a szép, kint a természetben, azt a búzát akár. És az egy nem jó dolog, mert mérgezést is tud előhozni. Az ellenes talaj, amiben nincs, még gyökér kiégeti a nap. Nyomorúság, öldözés támad. És hát mit lehet egy kővel kezdeni? Ahogy mondtam, a többiség a világ gondja. A jó földben is különbség vannak, és a százannyi terméssel kapcsolatban igen jó mag és jó föld is kell. Isten országának más a termés átlaga. És hogyan vonatkozik ez a példázat rátok? Hogyan vonatkozik Jézus, ahogy mondtam, ajtót nyit a csodákra. Ha megnéz, beszél a nékik példázatokban, mondván, imé kiméne a magvető vetni. És mikor ő vet valami, mely mag az útfélre esik, elvén a madarak, elkapkodják azt. Vagyis semmi nem lesz ebből. Némely pedig a köves helyre esik, ahol nem sok földje való, hamar kikene, és nem való mélyen a földben. Én de mikor a nap felkelt, elsőleg, mivel a gyökere nem vala, elszárad. Vagyis ez is egy gyümölcstelen talaj. Némely pedig a tövisek közé esik, és a tövisek felnevekedve megfojtják azt. Némely pedig a jó földbe esik, és gyümölcset termel, némely 100-annyit, némely 60-annyit, némely pedig 30-annyit. Akinek van füle, a hallásra hallja. A tanítványok pedig hozzám emlén mondanák. Miért szól az nekünk példázatokban? Ő pedig felelni mondani ki, mert nétek megadatott, hogy értsétek a mennyek országának titkait, ezeknek pedig nem adatott meg. Nyilván, aki nem született újjá, nem fogja megérteni még ezt a példázatot sem. Mert akinek van, annak adatik és bővölködik, de akinek nincs, az is elvétetik tőle, amilyen van. Azért szólok velük példázatokban, mert látván nem látnak, és hallván nem hallanak sem, nem értenek. Hogy beteljesedjék rajtuk Ézsaiás jövendőlése, amely ezt mondja, hallván halljatok, és ne értsetek, és látván lássatok, és ne ismerjetek. És ezt elolvastam már az előzőekben. A 16-os ige azt mondja, ti szemeitek pedig boldogok, hogy látnak, és a ti füleitek, hogy hallanak. Mert bizony mondom néktek, hogy sok proféta is igaz kívánta látni, amit ti láttok, és nem látták, és hallani, amiket ti hallottok, és nem hallották. Ti pedig hallja az igét a mennyek országáról, és nem érti, eljön a gonosz, elkapja azt, ami annak a szívébe vettetek. Ez az, amely az útfélre esett. Mit csinál? A sátán kirabolja. Amely pedig a köves helyre esett, az hallja az igét, és örömmel fogadja. De nincs benne egy ötere, csak egy ideig. Ezek azok a nagy lelkesek, amikor eljönnek a gyülekezetbe, és azt hiszük, hogy ők lesznek a jövő nemzedékének a legnagyobb evangélistája, apostola, és aztán eltűnnek egy hónap múlva. Nincs bennük gyökere, csak egy ideig való. De lehet, hogy nyomorgatás és üldözés támad az ige miatt, azonnal megbotránkoznak.
amely pedig a tövisek közé esett, ez az, aki hallja az igét, de a világ mondja, a gazdagság, családság elfogyja az igét, gyümölcsöt nem terem. Mindig valami krak beüt, ahogy mondják, hogy nincs egy perc nyugalom. És amely pedig a jó földbe esett, mert nehézségek mindenkinek jönnek. Akinek jó talaja van a szívében, annak is. De ő megértette az igét, hallotta, és gyümölcsöt terem. És Jézus más példázatokat is adott neki. És itt a lényeg a 24-es igeverstől. Más példázatot is adott előbb, bár hasonlatos a mennyeknek országa az emberhez, aki az ő földjébe jó magot vetett. De amikor az emberek alusznak vala, előve az ő ellensége, és konkolyt vette a buza közé, és elméne. Mikor pedig fellevekedik a vetés, és gyümölcsöt terme, akkor meglátszik a konkol is. Vagyis jött a gonosz, elvetette azt a konkolyt, és együtt kezdett növekedni a búzával. És felnövekedett, és akkor már látszott a növekedésnél a konkoly. A gazda, a pedig aki szolgál, előjövén mondának neki, uram, vagy nem tiszta magot vetettél te a földbe? Hát honnan van benne ennyi konkoly? Ő pedig mondanék ki, valamely ellenség cselekedte azt. A szolgák pedig mondának néki, akarod-e tehát, hogy elmenjünk, összeszedjük azokat? Azt el szeretném mondani, a konkoly rátekeredik az aljáról. Nem lehet kihúzni, csak együtt, és akkor a húza is annyi, vége. Ő pedig mondta, nem, mert amikor összeszeditek a konkolyt, azzal együtt, mert talán a húzát is kiszaggatjátok. Hagyjátok, hogy együtt nőjön mind a kettő az aratásig. És az aratás idején azt mondom majd az aratóknak, szedjétek össze először a konkolyt, kössétek kévébe, hogy megégessétek. A húzát pedig takarítsátok az én csűrömbe. Más példázatot is adott eléjük mondván, hasonlatos a mennyek országa a mostárnakhoz, ez a 31-es, igen, amelyet végén az ember elvette az önmezejében. Amely kisebb ugyan minden magnál, de mikor felnő, nagyobb a veteményeknek, és fává lesz annyira, hogy rászállanak az égi madarak, és fészket raknak ágaim. Más példázatot is mondott néki, hasonlatos a mennyek országa a kovászhoz, amelyet végén az asszony három mérce vízbe elegített, még nem az egész megkelem. Mindezeket példázatokban mondja Jézus a sokaságnak, és példázat nélkül semmit sem szól a nékik. És itt van a 37-es, mindjárt megmagyarázza, mert azt mondja akkor, a 36-ostól, akkor elbocsájtván a sokasságot, bennem Jézus a házba, és az ő tanítványai hozzámenének mondván, magyaráz meg nékünk a szántóföld konkolyáról való példázatot. Ő pedig felelvén mondanék ki, aki a jó magot veti, az az ember fia, Jézus, és Jézus maga az ige. A szántóföld pedig a világ, a jó mag Isten országának a fiai, a konkoly pedig a gonosznak fiai. Tehát a mezőgazdaságban a konkoly az, ami ugye illetképtelenné akarja tenni, rátekeredni, azon kívül mérgező anyag is, és ugye meg akarja ölni. Itt pedig Isten országába a jó magot, amit vett, Jézus veti, mert Jézus maga az ige, a konkoly a gonosz fiai. A gonoszság ugye megpróbálja a keresztényeket, a jó magjainkat megölni. Az ellenség, aki a konkolyt vetette, az az ördög. Ez a 39-es ige. Az aratás pedig a világ vége. Az aratók pedig az angyalok. Amiképpen azért összegyűjtik a konkolyt és megégetik, aképpen lesz a világnak végén. Az embernek fia elküldi az ő angyalait, és az ő országából összegyűjtik a botránkozásokat, és mindazokat is, akik gonoszságot cselekesznek. És bevetik őket a tüzes kemencében, és ott lészen sírás és fogcsikargatás. Akkor az igazak fénylenek, ez a 43-as, igen, akkor az igazak fénylenek, mint a nap, az ő atyuknak országába, akinek van füle, hallja, hogy mit mond a szellem a gyülekezeteknek. Hát, miről is van itt szó? Jézus példázatai mindig kinyitják a szellemi füleinket és a szívünket,
arra, hát ez a kunkoly példa engem megragadott nagyon, hogy a sátán mindig a kunkoly próbálja elvetni a jó magunk közé, hogy Isten építeni akar minket, Isten fel akar emelni, Isten azt akar, hogy 100 annyi gyümölcsöt hozunk, 60 annyi, de 30 is már jó, ha kövessük Isten igényét, és egy fejlődésnek vagyunk téve. De mi az, ami visszaveti valójában a mi gyümölcs termésünket? Hát ez a bizonyos konkoly, a gonoszság fiai, amely megkísér akár a környezetünkbe, akár a munkáinkön, az egész életünkbe, akár családba, akár a környezetbe. Tehát először, amikor elvetik ezt a magot, tudjuk, hogy olyanféle gaz volt, amelynek a magját szabad szemmel még nem lehetett úgy észrevenni. Sőt, amikor kikelt, még akkor sem lehetett a nemes gabonától megkülönböztetni. És ennek az a következménye, hogy együtt növekedik a búzával. Vagyis marad bennünk valami olyan tulajdonság, amelyre képesek vagyunk magunkat megnyitni, és tudjuk, hogy ott a mezőgazdaság életben, ott ugye kétféle dolog van, és ott az a gaz rá telepedik arra a termésre, hogy nem legyen jó termés. És a mi életünkben pedig vannak dolgok, akár a szívünk talajában maradnak tüskék, akár a gyerekkorunkból, vagy az életünk különböző fázisából, és ami még nincs kitisztítva a szívből. És persze magunkhoz veszük az életigéjét, na de az konkolyként szerepel a mezőgazdasághoz hasonlítva, konkolyként marad, itt van a szívünkben valami, a szívünk talajában, és vessük a jó igét, de az megpróbálja elfolytani, rá tekeredni Isten igényére, és persze együtt növekedik a gyümölcse, de olyan termést hoz, amely mérgező hatású. Úgy is mondhatnám, hogy a konkolynak nevezett gaz megérik, és összeörlik a búzával, és ez könnyen veszedelmet hoz. És ilyen kunkoly hintőhöz hasonlítja itt a példabeszédre, hát világosan le van írva az ördögöt a Jézus Krisztus. És titokban lopakodik a földre, titokban lopakodik az életedbe, és Isten magával bevetetted, de ő maga, a sátán is próbálja ezeket a magukat elpusztítani, amely mérgező, pusztító lehet az életünkben. Mert akár egy irigység, egy féltékenység, egy harag, egy gyűlölködés, egy megbocsátatlanság megpróbálja. Mérgező, pusztító. Néha nem is lehet ezt gyanítani, de a vetés földre szárba szökken az ige is. És ezzel csak azt veszük észre, hogy hú, hát miért álltam le? Hát miért van ennyi probléma velem? Hát mert együtt növekedett, ugye, az a, hát az a konkoly, nevezzük így, ahogy a Szentírás mondja, és csak jóval később csodálkozunk, hogy hát a szétvetés helyén hogy lehetséges az, hogy kár és rossz is termett az életünkbe. Azon tudja, hogy honnan került a konkoly a földbe, a te életedbe, mert az életünk, a földünk, ugye a szívünk talajába kiszakadni már nem engedi, mert akkor a gyönyörű mag is kiszakadna, amit bevetettünk. Várnunk kell az aratásig, persze, és Isten fog róla gondot viselni, hogy az élet folyamán ki tudsz szorítani magadból azokat a dolgokat, amely megpróbálják megölni Isten romolhatatlan magját, és Isten segít a Szent Szellem által, hogy ezek a romolhatatlan magok egyre jobban növekedjenek, és gyümölcstermővé váljunk. Várnunk kell, amíg a konkoly egyszerűen persze az aratás végén fogják majd ezt külön választani, mert tudjuk, ahogy mondtam, hogy Jézus a magvető, ő az ember fia, a szántóföld pedig a világ, és Jézus hinti az igét, és hát a konkoly azok, akiket befogadják. Lehet, hogy bennük is volt, csak az élő igével együtt növekedik. Néha
Vannak olyanok a gyülekezetben, vagy a környezetünkben, hogy igazán 10 év után, 15 év után jön elő az igazi valójuk, amikor történik egy megbotránkozás, vagy üldöztetés, és akkor jön ki igazán, amikor a poharuk megteli, és az igazi énjük, mert valami konkoly maradt a szívükbe, ami nem lett rendezve, ami nem lett kivetve a szívükből, és ugye a jó magu is bele lett vetve. És hát ez veszedelmet is hoz néhány embernek, és kezdetben nem is gyanítjuk ezt. És csak évek múlva csodálkozunk, hogy hogy lehetséges ez? Hát úgy lehetséges, hogy a szép vetés helyén mennyi kár és mennyi rossz is termett. Ott volt a konkoly. És eltűnnek az emberek. És csodálkozunk, pedig milyen szép szeretetteljes volt. Igen, az igét bevetette, de milyen földbe vetette be? És nem tudott az a mag gyönyörűen kifejlődni és növekedni bennünk. Mert a szív talaja nem olyan volt. Hát vigyáznom kell, mert veszélyes dolgok ezek. És talán még a mustáron, tehát rá tekeredik a növényre ez a gonosz. És ránk is nem tud, mert magunk magortozzuk, mert a szívünk talajába még nincs minden felszántva. Néha le kell mennünk, sokszor mondjuk innáig le kell menni, és az Urat kérni, hogy a Szent Szellem lebontó munkája bontsa le a szívünkben lévő tüskéket, gyökereket, amit hoztunk gyerekkorból, az életünk folyamánál elutasítottak, megbántottak, megsértettek minket. Ne engedjük, hogy ez a konkoly növekedjen együtt. Együtt növekedjen Isten romolhatatlan magjával. Mert látjátok, mennyien kárt vallottak ez miatt. Nekünk ki kell tisztítani a szívünk talaját, fel kell szántani, kérni kell a Szent Szellem lebontó munkáját, hogy bontsa ezt le, és szabaduljunk meg a múlt gyökerétől, tüskéjétől, és nehézségétől, és minden kárhoztatástól, és bármin, amin átmentél. Ha megnézzük a mustármagot, amíg van egy-két percetek. Ez egy nagyon jó tanítás. Tetszik ez nektek? Kell ez nektek? Bizony kell. Nem szoktam már, hogy tanítani, nagyon-nagyon ritkán. És a mustármag meg a kovász, ez olyan két ikertestvér. Hasonlóság van mindkettőben, de lényeges különbség is van köztük. Ahogy mondtam az előbb, a mustármag egy icike-picike mag, mint általában más mag, de a kicsi magból egy nagy növény fejlődik. Palesztinával jártunk, láttam ilyet, 3 méteres fa is van belőle. Lukács kifejezetten nagy fának nevezi a Lukács 19-ben. És minden esetre a fészket vernek rajtuk a madarak, és jól el tudnak rejtőzni az árnyékában. A nagyra nőtt fa az árnyékot is borít a földre, és ízelve egyébként mustármaggal vetetik a galambokat. Tehát pedig a kovász hatására tudjuk, hogy egy kis kovász az meg tudja kereszteni az egész tésztát. Most jó értelemből beszélek. Herodes kovásza az nagyon szörnyű volt, rossz volt, gyilkosság volt. De én most Isten csodálatos kegyelméről beszélek, hiszen az ő magja képes csodát hozni, és megnagyítani, megjobbítani a életünket. Egy kicsi kovász a magja, Istennek az a gyönyörű magja, romolhatatlan magja, az meg tudja az életünket változtatni. És ha tudjuk, hogy egy kicsi kovász nagy tömegű tésztába teszik, akkor megkereszti az egészet. És alkalmassá válik arra, hogy akár hatalmas sok kenyeret süssenek belőle. A kovász, ahogy felkeveredik a tésztában, azt nem lehet már külön választani. De hatása egészben megtapasztalható. Most jó értelemben beszélek róla. De a kovász általában a Szentírás, vagy mondtam, hogy Herodesnál is a bűnös vágyak, vagy gyilkosság és egyebek, vagy kívánságok. Húsvétkor a zsidóknak azért kellett kovásztalan kenyeret tenni, mert ugye semmiféle kovász nem lehetett a házakba.
Jézus mégis Isten országát példázta a kovász lassú, minden átható munkájával, hatásával, és Isten országa ennek a világnak adatott úgy, mint a kovász a kenyértésztának. És hát az a közös ebben a kettőben, hogy mindez úgy ábrázolja Isten csodálatos királyságát, mert Isten minden kicsibe kezd. És Isten azt mondja, kicsi nő van, akkor bízlak sokra, és minden nagyjá fejlődik Istennél. Istennél soha nincs olyan, minden azonnal hatalmas nagyjá lesz, hogy mindenki azonnal hatalmas szolgálatot kap. Mindent kicsibe kezdünk Istennél. És a mustármagról szóló példázat azt a fejlődést szemlélteti, hogy Isten országa észrevétlenül, láthatatlanul, de csodálatosan kifejlődik benne. És nagyjá leszünk. Hát köszönöm, elvetik a jó magot, a gonosz mindjárt itt van. És ahol igényületés folyik, ott a sátán is munkálkodik. Mit gondolsz, miért nincsenek már itt sokan? Mert nem akarta a sátán, hogy hallják ezt az igét. Ezt a tanítást. A sátán egyetlen célja, hogy Jézus munkáját lerontsa, és a te életedben ne legyen gyümölcs termés. Hogy érezd magad nyomorultul, érezd magad szegényen, és a sátán nem alig ismerjük meg, hogy itt van két kis szarva, hanem arról sütös a füledbe, hogy ne vedd komolyan Isten munkáját és az ő igéjét, és ne is törődjön, hogy adj helyt az érzelmeidnek, adj helyt az indulatodnak, adjál helyt bárminek, amire az testet csak ki akar csapongani. Isten országa nem úgy mérhető, hogy a földi országok, de tudnotok kell, hogy nekünk már az igében minden benne van, hogy meg tudjuk jobbítani az utunkat. A gondolkodásba, az elkölcsbe, a növekedésbe, a fejlődésbe, a gyógyulásba, Isten országának a hatása, a belső világunkat, a fejünk tetejét, a lábunk ujjáig és a környezetünkbe is képes hatni. Úgyhogy köszönet Istennek a szeretetért, a gyümölcs termésért, és köszönjük, hogy ebben fejlődhetünk. Mi becsüljük a kicsit, és mint ahogy Jézus is megbecsülte, ott hagyta a 99-et, elment egyért, és akár Jézus tudjuk, hogy 5 kenyérből, 2 halból, és nagyon hálát tudott adni, és ez 12 kosár még maradt, és 5000 ember jól lakott. Hát a kunkolyt néha meg kell várnunk, hogy az Úr néha hagyja Isten, hogy a bűn a gyülekezetben nőjön, a hit a hitetlenséggel együtt. Aztán majd Isten foglalkozik ebben a konkoly emberekkel. Nem szabad nekünk megítélni őket, megvetni, és erőszakkal eltávolítani a környezetünkből. Mert a Szent Szellemé képes, hogy újjá teremtse őt, vagy megtérésre indítsa, hogy kicserélődjön búza emberé. Hogy ne szabaduljon a konkolytól. Nagyon sok konkoly típusú embertől, akikben sok ig el volt vetve, elmentek. Nem voltak hajlandók, nem voltak engedelmesek. Isten meghagyja a szabad akaratát mindenkinek, de a konkoly egy alkalmas növény. Sokáig hasonlatos a jóvetésből, és közben a gyökere körbe vonja a gabona gyökerét. És abból táplálkozik. És ha kihúznák vele, akkor kiszakadna a jó növény is. Megdöbbentő, hogy Jézus itt kifejezetten azokra az emberekről szól, akik a gonosznak szolgálnak. És mégis itt vannak a mennyek országának a fiai között. És ez arra figyelmeztet minket, hogy a gyülekezetben persze nem vetjük őket ki, de vannak, akik maguktól elmennek. Ahogy mondtam, együtt növekedett a rossz, mert nem tudták megtisztítani a szívüket. És az Isten fogja ezt csak megítélni. Egy a lényeg, hogy neked Isten romolhatatlan magját kell a szívedbe vetni, és azt ápolni, hogy 30, 60 és 100 ember legyen, és a konkolytól pedig megszabadulni, mert a konkoly visszatart, és bizony
a dövisek közéletet ma, mert dövisnek is mondhatnám, a dövisek közé, vagy bármi akadályozza a te gyümölcs termésedet, a te kötéseid, a te belőződéseid, a te félelmeid, a te kétségeid, bármi a csalódásaidat, csalódás, legrondább szem, hatalmas pusztítás, és nagy gyökereket tud a szívbe végezni, és sajnos ott van az Isten romolhatatlan magja, de néha ezek a rossz dolgok sokkal jobban növekednek a szívbéli talajban, és kiszorítják az igét. Sajnos. Ezért kell megvizsgálni a szívünket, hogy a jót munkálod-e, vagy a gonosz szaporítod. Meg kell vizsgálni magunkat, mert a kicsiből hatalmas lesz. Ha megnézitek a mustárnak példáját, nekünk élő reménységünk van. És itt van a kenet, és itt van Isten jelenléte. És igen nagy hatással van a egészre. Kovász nélkül nem nő a kenyér. Az megsokasítja, most jó értelemben beszélek az igéről. És megsokasítja, és kereszt, és finomabbá teszi akár a kenyeret, vagy a fánkot. Keresztények nélkül elviselhetetlen lenne a világ, és nélkülünk. És emlékezz csak Ábrahámnak az imájára. Közben járt Szodomáért, Gomoráért, és 10 igaz ember sem volt. Isten talán még egyért is megtartotta volna, de még egy igaz sem volt. Csak 10-10-ig jutott el Ábrahám, aztán feladta. Isten országára rá kell találni. És mi már rátaláltunk. Néhányan keresik a hobbikba, és minden egyenekbe, és nem tudják, hogy Isten keresi. És szüksége van az embernek, Isten romolhatatlan magjára. És milyen csoda, amikor áttalálunk az örömhírre, az üdvösségre, és Isten elkezd egy mély munkát bennünk, és elsősorban a szívünkben, mert tele van pompolja a szívünk, amikor mi bekerülünk Isten királyságába, és a jót is, és a rossz is ott van, és együtt növekednek. De a Szent Szellem lebontó munkáját, ha engedi, néha vizsgálni magunkat, hogy hogyan állom mi ezzel. Mert ez halálos méreg, hogy rátekeredik a búzára a konkoly. De mi tudunk azért tenni, hogy a mi szellemi életünk, a mi szívünk talaja, hogy állandóan tisztán legyen tartva, hogy minden tüske, tövis kimenjen belőle, hogy növekedni, hogy fejlődni tudjunk Isten csodálatos igazságába, és 30-60-100-annyi gyümölcsöt tudjunk hozni. Micsoda csoda, amikor rátaláltam az örömhírre, az üdvösségre, a gyógyulásra. Persze tele volt konkolja a szívem, amely meg akart szorítani, meg akart ölni, el akart pusztítani. Ma már elég kevés van, és hiszem, hogy benned is, hogy kiszorítja a romolhatatlan ma minden konkolyt, mindent, amit az ellenség bevetett, mert a sátán vetette be a konkolyokat a szívedbe. Isten romolhatatlan magja képes ezt kiszorítani az életünkből. Mi megtaláltuk a legértékesebbet, és nekünk van egy igaz gyöngyünk, mert rátaláltunk az igazra. De hol a magvető példáján? És köszönjük Istennek, hogy minket tanít és épít az ő igény által, az a csodálatos igetár által, amelyben benne van az életünk, benne van a jövőnk, visszamolt már elmúlt köszönet érte Istennek, de benne van a jelenünk, a jövőnk, és az a cél, hogy a szívünket megtisztítsuk, és felszántsuk, és minden konkoly, minden tövis, minden kimenjen onnan, és hogy a tövisek közé vetett ma nem épülhet tovább már. Azokat mind ki kell vetni. Ez persze megalázkodással jár, alázattal, az ige keresésével, Isten romolhatatlan magjának a beültetésével, a legtöbb engednünk kell az igének, hogy elvégezze. Isten igéje nincs bilincsbe verve, Isten igéje gyümölcstermésre van ítélve. És ezt engedjük, és a romolhatatlan magot bevetjük, akkor a szárba fog szökkenni. És ne tépegess fel naponta, hogy már mekkora az a gyümölcs, és ne nézegess. Várd ki, Isten országába türelmesen ki kell várnunk a fejlődést és a növekedést. Istennek a dicsőségére. Legyetek türelmesek. Ma arra buzdítalak és bátorítalak benneteket. Mert békességes tűrés által nyerjük meg az ígéreteket. Dicsőség Istennek.